Tegnapi Mokka vendége volt professzor dr. Káli Géza, aki arról beszélt, hogy el kellene törölni a Lombik programban résztvevő pároknál a várólistát. A Káli Intézet alapító igazgatója szerint ez akár részben megoldás is lehetne a demográfiai problémára. Most jöjjön egy részlet ebből a beszélgetésből, utána Zombor Gáborral folytatom a témát. Az akkori egészségügyi kormányzat vezetője, dr. Szócska Miklós fölkérte az országos egészségbiztosítási pénztárat, hogy csináljon egy elemzést. Az elemzés kristálytisztán kimutatta, hogy gyakorlatilag ugyanabból a forrásokból kétszer annyi gyerek születhetne, Lombik bébi és egyéb meddőségi kezelések eredményeként. Hiszen hogy ezek a nők, vezették be, azt nem értem. Hiszen ezek a nők akarnak gyereket, ezek a párok akarnak gyereket, tehát itt érdemes a népesedés politikát megfogni. Itt lehet. Most hagyd mondjak egy konkrét számot, ami talán mindenki tud vele azonosulni. Ha akkor, 2011-ben megfontolják az OEP-nak ezt az elemzését, és bevezetik ezt a programot, ma 10 000-re több gyerek lenne Magyarországon, ez tény. Vendégem Zombor Gábor, egészségügyért felelős államtitkár. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Egyetért Káli professzor úrnak a felvetésével? Alapvetően egyetértünk, és úgy gondolom, hogy jó irányba halad az ügy, hiszen tavaly októberben egy kormányülésen már én is felvetettem a kormány számára, hogy meg kellene emelni a erre fordítható forrást. Úgyhogy ennek a folyamánya volt egy beszélgetés Balogh miniszter úrral és a pécsi rektor úrral, és ennek a következményeképpen valószínűleg, hogy egy ilyen konszenzus megbeszélés után ez a úgymond kasszaemelés megtörténhet. Most arról kell tárgyalnunk, hogy egy külön jogszabályban foglaljuk-e magát a témát, és néhány olyan kérdést, amely azért feszültséget jelent a rendszerben. Ugye itt a sikeres beültetések számának esetleg a hatékonyság fokozása. De azt most akkor kijelenthetjük, hogy az évi 800 millió forintos OEP támogatást meg fogják emelni. Mármint ami a Lombik Bébi programra fordítható. Hát nem 800 millió van, mert 8 centrumban folynak ilyen kezelések, és az OEP kb. 6700 kezelést finanszíroz, több mint 2 milliárd forint értékben. Itt lehet, hogy ez csak a Káli Intézetre vonatkozó támogatás volt, a professzor úr tegnap ezt a számot említette. Magukról beszélt. Az a terv, hogy duplájára emeljük ezt a finanszírozást, és így gyakorlatilag eltűnhet az a egyébként nem hivatalos várólista, mert ebben a témában nincs hivatalos várólista. Azt szeretnénk megbeszélni a szolgáltatókkal és a szakemberekkel, hogy amit javasolnak, hogy teljes egészében töröljük el azt a korlátot, ami a eset számot illeti, vagy pedig ez a finanszírozás duplájára emelés megfelelő, ebben kell egy egyeztetést tartanunk, de mind a kormány részéről, mind pedig a részemről abszolút támogatott az ügy. Egyetért akkor azzal a feltételezéssel is, illetve azzal a számmal is, amit szintén a professzor úr mondott tegnap, hogy ha 2011-ben már megvalósulhatott volna az a hatástanulmány, amit ők beterjesztettek akkori kollégájuk felé, akkor 10 000-re több gyerek lenne ma Magyarországon. Hát általában évente 1700 gyermek születik, úgymond Lombik Bébi programból. Hát inkább egy 5000 gyermekkel lehet reálisan számolni. De semmiképpen sem elhanyagolható számról van szó demográfiai szempontból. Abszolút, és ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy arányaiban nem egy nagy összeg, mondjuk a nagy egészségügyi kasszához képest, ami ugye azért szűkös, tehát megfelelő forrást kell találni, de én úgy gondolom, hogy a kormányzat, mivel a családpolitikát, a demográfiai számok javulását nagyon fontosnak tartja, ezt az elképzelésünket támogatja. Hol tartanak most akkor? Tehát megszületett az elhatározás, hogy igen, szeretnék megnövelni duplájára ezek szerint a támogatást, mert mint ami a Lombik Baby programra fordítandó támogatás éves szinten. Ezek után létrehoznak-e egy bizottságot? Egyeztetnek-e az érintett felekkel? Mi most a kronológiai menetrend? Ez a munkacsoport felállt.
egy tárgyalásra van szükségünk, hogy ezt a néhány kérdést szakmai szempontból is megvitassuk, hogy melyik eljárást válasszuk, a finanszírozás megemelését, vagy pedig egy ilyen felülről nyitott kasszának a bevezetését, hiszen a professzor is azt javasolja, hogy ne legyen korlát. Ezt, mi a különbség a kettő között, illetve milyen érvek szólnak az egyik és a másik között? Hát tulajdonképpen maga az, hogy a jelenlegi esetszámokat figyelembe véve és a várakozók számát, ahhoz igazítsuk a finanszírozást, az egyik megoldás. A másik az, hogy korlát nélkülivé tesszük. Itt meg kell velük beszélnünk, hogy ennek van olyan veszély, ami mondjuk eltolja esetleg a nem indokolt kezelések irányába a rendszer, tehát ez már inkább ilyen szakmai kérdés. Mit értünk nem indokolt kezelés alatt? Egy picit nyugodtan szakmászhat, tehát hogy pontosan értsük, hogy egy Lombik Baby programra, aki vállalkozik, annak hogy lehet nem indokolt a kezelés? Ugye itt elég komoly eljárási rendnek kell lenni, hogy mikor mondjuk azt, hogy valaki Lombik Baby programra jogosult, hogyha ezt finanszírozza az állam, hiszen önként bárki elmehet, ha úgy gondolja, hogy neki ez a megoldás a legjobb. Itt egy bizonyos vizsgálati eljárási rendet szeretnénk kialakítani, ami szabályozza azt, hogy ki az, aki jogosult. Nem kívánjuk szűkíteni a jelenlegi rendszert, de azt sem szeretnénk, és ezt szeretnénk megtárgyalni a szakemberekkel, hogy túlzottan, könnyen igénybe vehető legyen ez az eljárás, hiszen azért valahol a természetes szülés az, ami a legfontosabb lenne számomra. Tehát szigorítani semmiféleképpen nem szeretnének? Nem. Viszont nyilvánvalóan is még egyszer el lehet mondani, hogy a támogatást a kiduplájára fogják emelni. Mikortól várható ez az emelés? Hát, tulajdonképpen, hogyha ez a beszélgetés megtörténik az elkövetkezendő néhány hétben, akkor én úgy gondolom, hogy az év második felétől mindenféleképpen, de ha a kormány támogatja ezt az elképzelést, akkor akár április-májustól a döntés megszülethet. Örülök, államtitkár úr, hogy bejött hozzánk, és ezt a bejelentést itt tette meg. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.